Buda szívében, az Zugligeti úton, polgári villák között zöld környezetben épült meg a Moholy Nagy Művészeti Egyetem új kampusza. A sötét burkolattal ellátott épületek a hallgatók számára a gyakorlati munkaszinterei. Az általuk megálmodott tárgyak itt kell, hogy ténylegesen életre keljenek. Az volt az egyetlen célunk, hogy ezek a házak, miután ezek ipari épületek, ipari és oktatási épületek, mert ebben szigorúan műhelyek vannak és rajztermek, tehát ez nem egy iskola, hanem műhelyház, hogy olyan legyen az egésznek a fogása, hogy ne legyen divatos, erre nagyon-nagyon vigyáztunk, és valamennyire hajazzon a nagy épületre, ha megnézi azoknak a nagy épületnek az ablak arányai pontosan ugyanolyanok, mint ezek, és hogy állandó kérget kapjon az épület, hogy ne az legyen, hogy két év múlva elavul, akár fizikailag, akár erkölcsileg. Nekem ez nagyon fontos, hogy egy épület erkölcsileg sem szabad, hogy elavuljon, és a divat változásainak ellen tudjon állni. És a másik pedig az, hogy hihetetlen erősen meg volt határozva a belső funkció. Alig hanem az építész egyik örök dilemmáját fogalmazta meg Csomai Zsófia. Már egy autó esetében is szorít az idő. 2-3 év is jönnie kell az új típusnak, különben idejét múlt. Egy ház 50-100 évre készül, vagy még tovább. De mit jelent az idézett mondat? Egy épület erkölcsileg sem szabad, hogy elavuljon és a divat változásainak ellen tudjon állni. Hát, hogy időálló, önmagukat befejező anyagokat választottunk. Tehát ne olyan anyag legyen, aminek a teteje, ha az idő eljön, akkor vagy lejön, vagy lekopik, hanem olyan anyag, ami ha megsérül, akkor alatta is ugyanaz az anyag van. Ilyen a kő, a beton, a tégla. Én azt gondolom, hogy ez fontos dolog, az erkölcsi elavulás az pedig ugye a divat és a használat együtt. És ez az anyag és az erkölcsi elavulás együtt képez egy olyan minőséget, amire szerintem nagyon kéne törekedni mindenkinek. Nem mindig sikerül, mindenféle okon. Díszítő eleme egy ilyen épületnek maga a homlokzat, meg az arány. És úgy gondolom, hogy a két fekete épületnek az arányai, az elhelyezkedése, a dombbal való kapcsolata van egyfajta, szerintem egy olyan identitása, ami egy ilyen állandóságot sugároz. Sokan-sokan megszóltak a fekete tégláért, sokáig majdnem szürke volt, de az egyetem nagyon mellettük volt, és ők is nagyon akarták a feketét. Egy dolog a külső, egy másik a belső, illetve hogy egy épület mennyire használható arra, amire szánták. Hogyan viszonyulnak hozzá a diákok és a tanárok? Ez is összetett és változó dolog. Én két csoportra osztanám a munkatársainkat, a régiek, akik akár diákként is ide jártak, és nagyon hozzászoktak a régi kampuszhoz. Nekünk nagy sokkot jelentett, de inkább pozitív jellegű sokkot átállni egy teljesen másabb. Hetekig, hónapokig jártunk úgy az épületbe, hogy azt néztük, hogy mi volt itt régen. És most már eljutottam én is magam is odáig, hogy már nem jut eszembe, hogy mi volt régen, hanem a jelenlegi tereket és a jelenlegi funkciókat látom. Ami nagy változás az oktatói tereknek a színvonala, minősége jelentősen javult, tehát én azt gondolom, hogy ez a 21. század. Teljesen más típusú interakciók hozhatók létre oktatók, hallgatók és a közösség tagjai között. Műhelyeket kellett csinálni, és az épület kívül a formája is látszik, két traktusos. Ez, ahol most állunk, ez egy előtér, egy lépcsőházzal. És nagyon sok vita volt arról, hogy zárt lépcsőházat kellett volna tűzvédelmi okokból, de én annyira azt szerettem volna, hogyha ez a lépcsőházi tér függőlegesen is egy tér, és kommunikáljanak az emberek, amikor mennek föl, és akkor a tűzvédelmet megoldottuk úgy, hogy ezt a falat mind tűzvédőre csináltuk, ami nem volt kis technikai probléma. És akkor úgy gondoltam, hogy ha egy olyan lépcsőházat csinálok, hogy hol innen nyílik, hol onnan nyílik, úgynevezett háromkarú lépcsőt, és így ki lehet könyökölni, és kiukasztottuk technológia okokból ez a zsaluzatnak a lyukai, amire rá lehet mindenfélét akasztani, be lehet dugni, hogy ez egy tulajdonképpen egy nagy, marha nagy bútor darab lesz. És az, hogy beton, az teljesen természetes volt, hogy olyan anyag kell, hogy legyen, ami nem tud sérülni, és 20 év múlva is ugyanilyen lesz.
És ugye innen mindig bele lehet látni minden műhelybe. És az nagyon jót tesz az egésznek, hogy mindig belátom az egész műhelyt, az maga változatosságával és bonyolultságával, és tulajdonképpen attól szép, hogy ilyen zizi.